Jövőre már a Fejér megyei intézményfenntartó központ 12 iskolájában is ehhez hasonló interaktív táblák segítségével tanulhatnak a gyerekek. Maga a pályázat elkészítése sem volt egyszerű, de ennek a projektnek a közbeszerzése aztán még bonyolultabb volt. Hosszú folyamat után jutott el a projekt a megvalósításhoz, még 2008-ban nyújtották be a pályázatot. Most azonban felgyorsultak az események, évvégére megtörténik az eszközök beszerzése és beépítése. Már decemberben projektzárót tartanánk, a cég, aki elnyerte a közbeszerzést, egy hónapos határidővel le fogja szállítani az eszközöket, berendezi a tantermeket, illetve installálja a különböző eszközöket, berendezéseket, és ezt követően egy oktatás történik meg. 10 órás oktatást kapnak a pedagógusok, hogy ezeket az eszközöket hogyan kell használni, és ezt követően már rögtön a diákok fogják használni ezeket a berendezéseket. Reméljük, hogy a diákok körében is nagy sikere lesz. Az érintett 12 Fejér megyei oktatási intézmény egyike a Móri Táncsics Mihály Gimnázium. Az iskola igazgatója szerint sok lehetőség rejlik az interaktív táblákban, élménydúsabbá teszik az oktatást és a tanulást. Iskolánk 6 interaktív táblával fog bővülni, amelyeket különböző közismereti tárgyak oktatásában fognak hasznosítani a kollégák, és én nagyon bizakodó vagyok, mert a mai gyerekeknek nagyon sok számítógépes tapasztalata van, mindezek mellett a tanulásban is sokat használják, és úgy remélem, hogy az órák sokkal színesebbé és érdekesebbé is válnak ezáltal. A pályázat 100%-os támogatottságú, tehát a 76 millió forintos fejlesztéshez nincs szükség önrészre.